Örülök, hogy ennyien összegyűltünk. Én Sós Dávid vagyok, ahogy hallottátok, a Lead Yourself mozgalomnak az alapítója. És ma nem a Lead Yourself-ről fogok beszélni, hanem a vállalkozásról. De mit is jelent vállalkozni? Vagy mit jelent vállalkozónak lenni? Van-e valakinek ötlete? Mondjuk kettőt így egyszerűen dobjatok be nekem, hogy mi jut eszetekbe a vállalkozói létről? Szabadság. Saját utamat járni. Oké, még egy valami? Korlátos fejlődési lehetőség. Tök jó. Jó. Vállalkozás. Pénz, eszébe jutott valakinek? Lóvé. Olyan érdekes, hogyha azt mondom, hogy vállalkozó, akkor azok az emberek, akik jellemzően mondjuk alkalmazottak, nem vállalkozók, akkor azonnal vagy a gazdagság jut eszükbe, vagy a pénz, a mérhetetlenül sok lóvé, és nekünk vállalkozóknak pedig inkább a szabadság. De azt gondolom, hogy másról is szól. Szerintem három nagyon fontos pillére van a vállalkozói létnek, és ma főleg erről fogok beszélni. De mi ez a három? Például egy vállalkozó. De miért? Azért, mert ha ránézel, akkor az jut eszedbe róla, hogy mindenen keresztül megy. Bármi jöhet az útjába, ő biztos, hogy át fog rajta törni. De mi ez a három pillér? Az első a szolgálat. Mi jut eszetekbe a szolgálat szóról? Érték. Érték. Segítség. Segítség. Jó. Egy tűzoltót tettem oda, ugye képnek. Miért pont tűzoltót? Hát azért, mert szerintem az emberek többségének a tűzoltóról az jut az eszébe, hogy másokért él, másokért kockáztatja az életét. Tehát nem önzően a saját érdekeit nézi, hanem az embertársai. De hogyha egyel továbbukrom, és a második pillért nézem, vezetés. Oda pedig egy olyan úriember tettem, akit biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismertek. Ki is ő? Martin Luther King. Így van. És milyen érdekes, hogyha Martin Luther King feljön, akkor mindenkinek azonnal beugrik, hogy igen, ő egy vezető. De hogyha felhoztam volna egy magyar celebet, vagy felhoztam volna egy politikust, vagy valaki mást, akkor biztos vagyok benne, hogy megosztó lett volna a vélemény, megosztó lett volna a személy. Miért van az, hogy Martin Luther Kingnél mindenki ugyanarra gondol? Hát nem véletlen, mert neki olyan készségei, tulajdonságai voltak, ami egy jó vezetőnek. Ezt is ki fogom majd fejteni. És az utolsó pedig, elképzelhető, hogy az utolsó úriemberrel már találkoztatok, ő ugye Bedő Imre, és azért őt tettem a példamutatáshoz, mert egyrészt szerettem volna, hogyha egy magyar úriember, egy magyar kép is szerepel ugye a három között. Másrészt én találkoztam Imrével, nagyon jó embernek tartom, készítettem is vele interjút, hogyha van kedvetek, meg tudjátok nézni egyébként a csatornámon, a YouTube-on, és ott is beszél róla, hogy ő miért hozta létre a férfiak klubját, és miért szeretné a férfiaknak ugye mutatni azokat az értékeket, azokat az emberi értékeket, nem csak férfi, hanem emberi értékeket, amik szerinte érdemes élni. Úgyhogy erről a háromról fog szólni az előadásom, és akkor, ha nem bánjátok, vágjunk is bele. Az első ugye a szolgálat. Mint kérdeztem, hogy mi jut eszetekbe a szolgálatról, ezt tök jól megválaszoltátok, hogy érték, meg még akár különböző dolgok. Számomra a szolgálat inkább azt jelenti, hogy másokat magam elé helyezek. Tehát másoknak az érdekeit nézem bizonyos helyzetekben, és nem csak a sajátomat. Nyilván nem hagyom ki magamat sem az egyenletből, hiszen hogyha magamat kihagyom, akkor ugye kizsákmányolom magamat, ami szintén nem lesz kifizetődő. Hogyha én nem vagyok rendben, akkor ugye nem fogok tudni segíteni másoknak sem, hogy rendben legyenek. És azt gondolom, hogy mások szolgálata az egyik legnemesebb feladat, amit csinálhatunk, mint cégvezetők, mint vállalkozók és mint emberek szintén. Egyszer mondták nekem, hogy legyek nap az emberek életében. Nem tudtam, hogy pontosan mire gondolnak, viszont amikor hozzátette azt, hogy hát a nap, az ugye válogatás nélkül süt mindenkire. Nem ítélkezik. Nem mondja azt, hogy te rossz vagy. Nem mondja azt, hogy te túl alacsony, túl magas, túl hangos, túl halk vagy. Gondolkodás és ítélkezés nélkül mindenkire süt. Ez nekem nagyon megtetszett ez a gondolat. Hogy milyen szuper is lenne, hogyha
ha mindenkit feltöltenék, ha mindenkinek energiát, mindenkinek jó érzést adnék, mindenkinek egy olyan emléket, amikor találkozom velük, hogy utána jobb lesz a napja. Mit szólnátok, hogyha ilyen hatással lennétek az emberekre? A munkád, ha mélyen belegondolsz, akkor a munkád az milyen hatással van az emberekre, az emberiségre, a környezetedre? Milyen hatással van a természetre? Vagy a bolygóra, ahol élsz? Vagy ne nézzünk ilyen óriási dolgokat, nézzünk csak apró, kicsi dolgokat. Például, amikor a szemetet kidobod otthon, akkor külön gyűjtöd el a műanyagot, meg a papírt. Vagy sem? Vagy nem érdekel, legyintesz rá, ahogy a cigicsikket is többség eldobja. És nem foglalkozol azzal, hogy hosszú távon mit érsz el. Azt gondolom, hogy nekünk vállalkozóknak hosszú távon kell gondolkodnunk. Figyelnünk kell az embertársainkra, figyelnünk kell a környezetünkre. Nem hagyhatjuk ki őket az egyenletből, sőt, őket kell előre helyezni. Nekem a szolgálat egyfajta ilyen nyer-nyer-nyer formula. Azt gondolom, hogy tudom úgy kötni az üzleteimet, hogy az mindenfélnek nyereséges legyen. És tényleg mindenfélnek. Ugye említettem, hogy készítek interjúkat, általában értéket teremtő vállalkozókkal, művészekkel, zenészekkel, olyan emberekkel, akik szerintem értéket teremtenek, hogy legyen a fiataloknak, vagy az embereknek egy olyan példakép is előttük, akik hát nem a CV-s, nem a TV-ből kilépő celebek, ugye bár. És ott is azt gondolom, hogy ez egy abszolút nyer-nyer-nyer felállás, ugyanis a nézőnek szuper, mert tud belőle tanulni, értékes tartalmat nézni, a vendégemnek nagyon jó, mert el tudja mondani azt, hogy mit gondol, őszintén, kendőzetlenül, és nekem is szuper, mert tudok tanulni, és tudok kapcsolatokat építeni. Hogyha ti belegondoltok különböző üzleti tevékenységeitekbe, akkor ott vajon minden esetben nyer-nyer-nyerben gondolkodtok-e? Hogyha megkötök egy szerződést, akkor az minden esetben egyenlően jó neked és a másik félnek? Vagy figyelsz arra, hogy esetleg többet adj neki, mint az ellenérték, amit te kapsz cserébe? Hogyan tudod legjobban szolgálni a környezetedet? Szeretném, hogy ezzel az egyik kérdéssel ma menjetek haza, és válaszoljátok meg. Aztán ugorjunk a másodikra, vezetés. Szerintetek milyen jó tulajdonságai vannak egy vezető? Mondhatnám úgy, hogy egy jó vezetőnek milyen tulajdonsági, milyen készségei vannak. Bedobtok megint egy, kettő, három? Hatással van. Hatással van. Döntésképes. Döntésképes. Van jövőképe. Semmi van jövőképe. Van jövőképe. Abszolút. Példamutató. Köszönöm. Így van. Így van. És ha Martin Luther Kingre gondoltok, akkor benne megvannak ezek? Igen. Abszolút. És tudnátok olyan magyar vezetőt mondani, aki azonnal eszetekbe jut és benne is megvannak? Az Katya. Nem annyira könnyű már. Milyen érdekes. De. Aha. Jó. Rendben. Nem tudom, ismeritek-e esetleg John C. Maxwell-nek a könyvét, ugye a Jó vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága címet viseli. Nagyon ajánlom. Szerintem egy alapvállalkozói mű, érdemes elolvasni, és abban beszél csomó mindenről. Én ki fogok emelni 8-at, ami egy kicsit csalok, mert nem mindegyik az ő könyvéből van, valamelyiket azt én költöttem hozzá. Az első az a pozitív hozzáállás. Volt-e már veletek esetleg olyan, biztos vagyok benne, hogy nem is annyira rég, hogy egy ember, akivel beszélgettetek, elképesztően negatív volt. Elkezdte mesélni azt, hogy őnek milyen szörnyű az élete, hogy milyen hatással volt rá most ez az utóbbi időszak, hogy minden szörnyű, rossz a világ, és stb. Stb. Nagy ilyen vezetőt követnétek? Egyáltalán lehet vezetőnek nevezni egy ilyen embert? Hát nyilván nem. Második, tiszta, érthető kommunikáció. Voltatok már esetleg olyan helyzetben, hogy valamilyen üzenetet kommunikáltatok a csapatotok, az emberetek, bárki felé, és az úgy valahogy nem ment át. Nem az ment át, amit ti szerettetek volna. És mi lett ennek a következménye? Bizonytalanság. Bizonytalanság, feszültség,
vita, veszekedés, esetleg egy ügyfél elvesztése, egy üzlet elbukása, tehát negatív következményei lehetnek. Ezért elképesztően fontos a tiszta, érthető, egyenes kommunikáció. Harmadik pedig az elkötelezettség. Mennyire vagytok elkötelezettek a céljetek felé? Vagy mennyire vagytok elkötelezettek az embereitek felé? Vagy az ügyfelétek felé? Ez a helyzet azt gondolom az utóbbi mondjuk 8 hónap ezt elég erősen próbára tette. Vannak olyan vállalkozó barátaim, akiknek volt egy döntési pont, amikor el kellett dönteni, hogy elengedik-e a vállalkozásokat, elengedik-e az embereiket. Sőt, van olyan nagyon jó barátom, akinek 46 főről 3 főre kellett csökkentenie a vállalkozását. Elég elkötelezettek vagyok-e, hogy végigvigyétek azt, amit kiterveltetek. Fókusz. Mennyire vagytok fókuszáltak? Mennyire tudjátok a cél felé vezetni magatokat és az embereiteket? Egy irányba. Reziliencia. Mondhatnám úgy is, hogy életre valóság. Vagy rugalmasság. Volt-e már veletek esetleg olyan, hogy semmi nem úgy sikerült, ahogy ti azt szerettétek volna, hosszú időn keresztül csak negatív, elvileg negatív dolgok történtek, majd aztán végül valahogy mégis a legjobbat hoztátok ki belőle. Na ez a reziliencia, akit megmutattam az elején, azt a jól kigyúrt répát, na ő reziliens, mindenen keresztül ment. Csapatjátékos. Mennyire vagytok csapatjátékosok? Mennyire helyezitek a csapatotoknak az érdekét saját érdekeitek elé? Felelősségvállalás. Ez az egyik kedvencem. Lead yourself-ben az egyik szlogenem, az a vedd kezedbe az irányítást. Ez pont a felelősségvállalásról szól. Ez arról szól, hogy csak rajtad múlik, hogy mit hozol ki az életedből. Senki máson. Hogyha esetleg nem jön össze egy üzlet, vagy nem úgy megy a céged, ahogy azt te szeretnéd, vagy nem úgy teljesít egy alkalmazottad, ahogy te azt szeretnéd, akkor ki a hibás ezért? Ő? Az állam? Covid? Vagy te saját magad? Érdemes ezen elgondolkodni. Jövőkép, vízió. Tudod-e, hogy mi a cégednek a jövője? Hogy merre tartasz? És tudod-e ezt kommunikálni a csapatodnak, hogy szívesen tartsanak veled abban az irányban? Bármi, amit szeretnél változást elérni az életedben, az csak rajtad múlik, senki máson. Emlékezz vissza, hogy 4-5 évvel ezelőtt hol voltál, 4-5 évvel ezelőtt a céged hol volt, és mit csináltál? Vagy gondolj bele, hogy 5-10 év múlva hol szeretnél lenni? Mi az, amit addig el szeretnél érni? És mit kell ahhoz ma, meg holnap után megtenned, hogy oda juss el? Példamutatás, ugye a harmadik pillér. Milyen példát mutatsz az ismerőseidnek, a körülötted lévő embereknek, a barátaidnak, a családodnak, vagy esetleg a gyermekeidnek? Hogyha minden egyes lépésedet 0-24-ben venné egy kamera, akkor mi az, amit látnánk a felvételen? Büszkén mernél ide kitenni és vállalni mindenki előtt? Minden egyes lépésed? Ha nem, akkor miért nem? Sajnos el kell, hogy keserítselek titeket, ugyanis nincs nagy titok. Minden egyes apró döntéseden és cselekedeteden múlik az, hogy most éppen itt vagy, és hogy hova fogsz eljutni. Semmi máson, senki máson. Lehet itt bármi a világban.
Senki sem tökéletes. Nyilván én sem vagyok tökéletes. Nem azért mondok itt ilyen nagy dolgokat, mert azt gondolom, hogy én aztán mindenben a legjobb vagyok. Régen egyébként azt szerettem volna mutatni. Régen azt gondoltam, hogy úgy fognak szeretni és úgy fognak elfogadni az emberek. És emiatt futottam elképesztően sok pluszkört. Olyan tévutakra mentem én is, ahova nem biztos, hogy nagyon szerettem volna. Vertem át embereket, barátaimat. Hazudtam, füllentettem. Gyerekként dobtam boltból csokit, rágót. Vertem át a szüleimet. Sokszor a saját érdekemet néztem egy-egy tárgyalásnál. Nem nagyon érdekelt, hogy aki velem szemben ül, ő biztosan jól fog-e járni. Az érdekelt, hogy én megkapjam érte a jussomat. Aztán ő majd azt sem, amit szeretne. De hoztam egy döntést. Pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy nem szeretnék ilyen életet élni. Úgy döntöttem, hogy szolgálni szeretném az embereket. Kihasználás helyett. Teremteni szeretnék. Rombolás helyett. És adni. Adni mindenkinek, akivel találkozom. És nem elvenni. Ti meghoztátok-e már esetleg ezt a döntést? Hogyha jó példát mutatok, ha olyan életet élek, hogy közben inspirálok másokat, akkor vajon a gyermekeim hogy fognak majd rám nézni? Vajon büszkén fogják-e vállalni, hogy én vagyok az apukájuk? Az interjúkat is ezért készítem. Most már több mint egy éve, már több mint 60 darabon túl vagyok. Mert azt gondolom, hogy ezzel jó példát tudok mutatni a nézőimnek, az embereknek. Hiszen olyan embereket teszek ki reflektorfénybe, akiket érdemes követni. Akik tényleg értéket teremtenek. Tudom, hogy nem könnyű. Tudom, hogy nem könnyű példamutató, alázatos életet élni. Tudom, hogy sokszor nehéz. Tényleg sokszor nehéz. De azt gondolom, hogy megéri. Szolgálj, vezess, mutass példát. Ez pedig a másik szlogene a Lead Yourself-nek. Köszönöm. Kérdések esetleg? Elnézést. Azt látom. Nagy csend. Mi az a nehezéket a döntéshez? Nagyon jó kérdés. Nagyon sok pofont kaptam, nagyon sokszor buktam el, és habár anyagilag jól teljesítettem, azt éreztem, hogy nincsenek igaz barátaim, azt éreztem, hogy nem egy olyan helyen vagyok fejben, ahol szeretnék, és feltettem magamnak azt a kérdést, hogy ilyen életet akarok élni. És rájöttem, hogy nem. Rájöttem, hogy egy szerepet játszom. És azt is azért, hogy másoknak megfeleljek. És úgy döntöttem, hogy ez így nem mehet tovább. De ez csak úgy egyik nap, de 5 évvel egy játszom. Nyilván nem így. Ez azért egy folyamat volt. Ehhez elképesztően sokat kellett beszélgetnem emberekkel, tréningekre járni, olvasni, hanganyagokat hallgatni. Ehhez mondjuk egy 5-6-7-8 millió forintot el kellett költenem magamra, és rá kellett szállnom egy mondjuk 6 évet. Hány éves vagy? Majdnem egyik teatra a másikra. Hány éves vagy? 27. És akkor nem tudod azt, hogy a gyerekeim már elejét tudjanak felvenni, akkor az mit kell lenni? Ez egy nagyon kemény dió. Tudom, hogy egy kicsit idealista és utopisztikus az, amit itt elmondtam és amit gondolok. És azt gondolom, hogy ez, amit kérdezel, ez is egy picit ilyen, de én szeretnék ebben hinni, hogy ez lehetséges. És azt gondolom, hogy az, hogy a gyermekeim milyen világban fognak felnőni, és ilyen értékek szerint tudnak-e élni a mindennapokban, ez tőlünk függ. Tehát ez attól függ, hogy most, ma mi mit teszünk, milyen világot teremtünk nekik. Tehát hagyjuk-e azt, hogy úgy irányítsanak minket és bánjanak velünk, ahogy most,
kollektíven, nem csak Magyarországról beszélek, hanem világszinten, vagy fellépünk és teszünk valamit ellene. Szerintem ez erről szól. Vannak már ezek kezdeményezések, vannak már olyan iskolák, ahol tényleg az életre készítik fel a gyermekeket. Tehát vannak már ilyen fények az alagút végén. Van egy kérdésem. Hogy ahogy vezeted az életed önmagad, és melyik az első, mi az első történeted, tapasztalatod, amikor ráébredtél arra, hogy ezt én hoztam létre, én teremtettem, én vezettem saját magamat ebbe a szituációba bele. Hú. Az első ilyen. Hát ami jön flashbe most. Az első, ami bejött, az igazából a Lead Yourself volt, de azért, mert az volt az első olyan valódi saját vállalkozásom, ami nem a pénzről szólt, hanem ami inkább a szolgálatról szólt. És ez volt az egésznek a célja, hogy semmiképpen ne legyen pénzszaga, hanem arról szóljon, hogy másoknak hogy tudok ezzel adni, másokat hogy tudok felemelni. És nagyon érdekes, hogy ez sokkal-sokkal jobban megmarad, és sokkal nagyobb boldogsággal tölt el, mint az, hogy bármennyi pénzt is csináltam. Köszönöm. Aközött, hogy nem a pénzt nézed, hanem a szolgálatot, hogy adj valamit, és aközött, hogy előtt és utána az anyagi helyzeted hogyan alakul. Azt gondolom, hogy ezt még egy kicsit korai megmondani. Egyébként nagyon érdekes, hogy hát 11 éve vállalkozom, ugye 16 éves korom óta. 50 millió forintot biztos elvesztettem már így vállalkozásokban, meg befektetésekben, amit meg is kerestem, tennem a Lucia-Pucitól kaptam. Viszont most körülbelül alsó hangon a 10-szerese az, amit könnyedén egy hónapon meg tudok teremteni. Úgyhogy azért nagy különbség van. Igen. Köszönöm. A YouTube csatornádon kívül hol találkoztak veled az ember? A LeadYourself.hu, ahol biztos, hogy megtalálsz. Online vagy offline? Is. Online a LeadYourself, megtaláljuk YouTube-on is, Instán is, LinkedIn-en is, Facebook-on is, TikTok-on is. Mindenfelé ott vagyok, ugyanis személyes márkaépítésre is foglalkozom. Offline pedig egyrészt DNI-ba is járok, másrészt mindenféle konferenciára, előadásokra, tréningekre. Nagyon szeretek kapcsolatot is építeni, meg értékes emberekkel beszélgetni, ismerkedni, úgyhogy sok felé. Meg van egyébként 6 vállalkozásom, van egy marketing ügynökségem, meg cégfejlesztő ügynökségem is, ahol 20-valahányan, nem is tudom hányan vagyunk most, úgyhogy ott elég sok céggel szoktunk ugye kapcsolatot felvenni, meg